Átláthatóbbá tehetné az autópiacot a jármű életút adatbázis. Jövőre azok, akik autópiacon vagy magánszemélytől vásárolnak gépkocsit, ellenőrizhetnék, mire adják ki a pénzüket. Az adatszolgáltatásból lekérdezhetők lennének az eladó autók forgalmi adatai, vagy például a nyilvántartásban szereplő kilométeróra állás is. A gépjármű adat lekérdező szolgáltatás a vásárlást könnyíti. Interneten elérhető gyors megoldás arra, hogyha egy megvásárolni kívánt autó paramétereiről tájékozódni szeretne a vevő. Az autókereskedők is örülnének a rendszernek, hiszen tisztább és átláthatóbb piacot hozna. Több autót ugyanis úgy adnak el, hogy azon végrehajtás vagy terhelés van. Az autó forgalmi rendszámának megadásával egy ügyfélkapun már tavaly ősztől elérhető és lekérdezhető egy adatbázis. Az indulás óta több mint 25 ezer kérelmet nyújtottak be az állampolgárok, viszont egy nagyon fontos adat, hogy ennél sokkal többen böngésztek tulajdonképpen a szolgáltatásban végigvezethető lépésekben, mert több mint 50 ezeren használták valamilyen formában. Egy gépjármű lekérdezése 625 forintba kerül, ugye egy rendszámhoz tartozó visszakérdezők lekérdezését jelenti ez. Viszont de van egy olyan szabály, hogy maga az igazgatási szolgáltatási díj az gépjárművenként 275 forint, de eljárásonként minimum 625 forint a fizetendő díj. Ez egyébként a fele annak az összegnek, mintha én ezt személyesen nyújtanám be, ezt a kérelmet vagy papíralapon. Az autókereskedők szerint a rendszer hiányos. Az új fejlesztéssel összekapcsolnák a hatóságok, márkaszervizek és biztosító társaságok adatbázisát, ahonnan az interneten keresztül bárki díjmentesen lekérdezhetne minden egy adott autó magyarországi előéletével kapcsolatos adatot. Lajsz Ferenc autószerelő, a vendégünk, jó estét kívánok! Köszönöm, jó estét kívánok! Na hát egy autószerelő szempontjából milyen előnyei lehetnek egy ilyen adatbázisnak, és egyáltalán mi az, ami feltétlenül szerepeljen benne? Azt gondolom, hogy legelőször is le kellene szögeznünk azt, hogy tehát csak azokról a gépkocsikról lehet szó, amelyek Magyarországon lettek forgalomba helyezve. Most túlnyomó többségben, ugye Nyugat-Európából behozott autóról beszélünk, és tehát azoknak az életútját azt nem lehet tudni. Tehát azokról az ég egyfogán semmit nem tudunk, maga csak az, hogy kilométer. De hát ez is ugye kérdőjeles, ez a kilométer. Amik már Magyarországon lesznek forgalomba helyezve, azok igazából, tehát biztos, hogy jól lesznek rögzítve. De hát ma még igazából nagyon kevés ilyen autó fut. Magyarul az lenne célszerű, hogyha egy nemzetközi együttműködés alakulna ki ebben, tehát ez az adatbázis, ez nem állna meg az ország határon. Mindenféleképpen. Ez egy nagyon jó dolog lenne. Egyrészt természetesen a vásárlóknak, másrészt a javító szempontjából is hasznos lenne. Vannak a javítási technológiákban olyan dolgok, amelyet tehát akkor derülnek, amikor széjjel bontjuk, és azt mondjuk, hogy kérem, ezt tovább nem lehet javítani. Na most, hogyha ebbe az életútban benne van az, hogy éppenséggel valamit javítottak rajta, akkor már ebből sokkal hamarabb tudunk következtetni a javítás idejére esetleg, hogy... Mi az, amit, amikor autót vásárolunk, ebből az adatbázisból feltétlenül nézzünk meg, illetve ha nincs benne az adatbázisban, akkor mi az, amit megvizsgáltassunk? Mindenféleképpen, tehát természetesen ugye a kilométer, mindenki erre a kilométerre koncentrál. Elsősorban ez manipulálható, hát ezt nagyon jól tudjuk. Arról nem beszélve, hogy még ha nincs is manipulálva, azért lehet egy több kilométert futott autó is sokkal jobb állapotú, mint így az, van. Amelyik kevesebbet futott. Pontosan mondjuk a szervizelés így kapcsán. Van. Most, hogyha visszatérek arra, hogy tehát a nyugat-európai autók futnak túlnyomó részt ugye most Magyarországon, tehát Nyugat-Európában a szervizelés az sokkal, de sokkal központi kérdés egy autó fenntartásában, mint nálunk magyaroknál. Mi nem vagyunk egy szervizigényes nemzet, hozzá kell tenni. Nyilván azért, mert egy szervizelés az mindig sokba kerül. Pénzigényes is. Pénzigényes, így van. Na most az történik, ugye, hogy amikor behozunk egy autót, vagy meg szeretnénk vásárolni egy gépkocsit, akkor hát a család ugye körbe nézi, nagyon szép piros, vagy akármilyen színű, megvan a kedvenc. Igen, ám, de hát
Ezek mögött nagyon sok olyan hiba rejtőzik, amelyet hát csak vagy szakember tud, vagy valójában ez az élettörténet, ez tudná föltárni ezeket a hibákat. Ha nekünk kell megvizsgálnunk, vagy legalábbis a vevő szeretné ezt megvizsgáltatni, akkor mindenféleképpen valamilyen szakszervizbe vagy szakjavító műhelybe kell elvigye. Erre lehetőség is van vásárlás előtt. Igen, de én úgy tudom, hogy az autókereskedőknek egy állapotlapot mindenféleképpen kellene még most mellékelni a gépkocsi eladásnál. És hát azt gondolom, hogy ilyenkor egy szerelő azért tüzetesen átnézze a gépkocsit. Mindemellett, ha át is nézte a szerelő a gépkocsit, megvásároltuk a használt járművet, mi az, amit azonnal cseréltessünk, szervizeljünk, vagy egyáltalán szükséges-e vásárlás után? Én úgy gondolom, hogy szoktam mondani az ügyfeleknek, tiszta lappal indítsa a gépkocsit. De igaz, hogy az egy megterhelő volt most, hogy megvásárol egy autót, és utána majd még ezt alaposan lesz szervizeltetni, de akkor ő tudja azt, hogy honnan indult, még kilométerről. És akkor tehát javasolnám azt, hogy te mindenféleképpen az olaj csere az meglegyen, eslegesen ezek az úgynevezett vezérműszíj, bordászíjak, ezek nagyon lényeges dolgok, fékszerkezetet mindenféleképpen átvizsgálni, és hát azokat a szűrőket, amelyek szükségesek hozzá, ezeket mindenféleképpen le kellene cseréljék. Egy percünk van még, de nagyon gyorsan, miután jön a tél, mi az, amire oda kell figyelni? A téli gumit, azt mindenki mondja, hogy cseréljünk gumit, de azon kívül? Hát, hogyha csak most gyorsan felsorolni szeretném, akkor hát először is a primér biztonsági berendezések, fék, futómű, kormány szerkezet. Tehát ezt csak szakjavító műhelybe átvizsgáltatni, megnézetni. A fékre különösen fölhívom figyelmet, mert ott egyébként ezek a csúszós utaknál, ugye vannak azok a gépkocsik, amik be ABS szerelve, azoknak ilyenkor van jelentős feladatuk, ilyen csúszós utakon, tehát ezeknek az állapotának a felülvizsgálata is vizsgálta. Ezek csak műszerrel lehet megvizsgálni, tehát ez olyan, szervizbe hogy mindenféleképpen valamilyen szervizben. Természetesen a fagyáló, hát azt most az üzemanyag töltő állomásokon mindenhol meg tudják mérni. Elnézést. Általában egy olyan 25-30, tehát mínusz 25-30 Celsius fokra azokat ajánlani, ablakmosó folyadékoknak a cseréje, a nyári után azért a télén, attól kellemetlen nincs, amikor be van fagyva, és ablaktörlő lapátok világítás. Látszani és látni. Így van. Az említett gépkocsiknál, tehát maga ezeknél a korszerű jelvenknél ugye nem csak a fényszóró üveg van, hanem tehát van előtte egy plexit, és ez a plexit, ez bematul, ezeket föl kell políroztatni, tehát sokkal jobb a látszat lehetősége. Aztán hirtelenében ablaktörő lapátot, azt gondolom említettem, de még azért fölhívnám a figyelmet az akkumulátorra. Nyáron nagyon kellemesen, nagyon jól indulnak ezek az akkumulátorok, de amikor télen a kapacitásából veszít, akkor nagyon sok fogyasztót használunk, tehát világítás, ablaktörő lapát. Az előbb szerettem volna még mondani azt, hogy a belső fűtés, az egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt csináljuk meg, mert párásodik az ablak. A láthatóság. Így van. Na most ezeknek a használata során az akkumulátor veszít a teljesítményéből, a kapacitásából, és nem képes tulajdonképpen utána jól indítani, dolgozni. Tehát ezt is mindenféleképpen műszerrel felül kell vizsgáltatni. Nagyon köszönjük a tanácsokat, Lajos úr. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.